ugye? Mehet, mehet, ja. Na, hello, faszik! Olyan helyen ülök a Rangerbe, ahol még sose ültem. Jobb hátul. Sofőrös autón van. Amúgy nem annyira kényelmes itt hátul, megmondom őszintén. Úgy kell ülni, mint a cövek. De jó sok hely van, tehát a lábnak rengeteg hely van. Még a térdem hozzá se ér az üléshez. Szóval nem panaszkodok, azért nem gáz itt a helyzet. Azt nem tudom, hogy a kamera mit lát. Ha? Na de jó ez. A szöget nézem, hogy innen milyen, de jól be lehet látni mindent. Na, a videónak a lényege az nem az, hogy itt össze-vissza süketeljek minden hülyeségről, hanem az, hogy elkészült a Ford Transit a szervízben. A következő dolgok készültek rajta. Az első hűtőrács az műanyag volt, tehát egy utólagosan vásárolt szürke műanyag, ami le lett alapozva, lefestve, lelakkozva, stb. Tehát gyári színre lett fújva. Aztán ki lett cserélve az összes szűrő, az összes folyadék az autónak a motorjában, valamint kiszerelték a kormányművet. Ezeknek a tranzitoknak egyébként a kormányműve az nagyon egyszerű mechanikus kormányű, nincsen rá segítés, se hidraulikus, nyilván elektromos, meg aztán végképp nincs. Közben egyébként sportfokozatban van a Ranger, mert a drága kis barátom lőjed neki nyugodtan a szélső sávba, ha úgy van. Csak még hideg a motor, annyira nagyon nem tapossa, de érzed egyébként, hogy kicsit olyan pörgősebb? Aha, nem nyújtja úgy el a fokozatokat. Itt majd egyébként meglőheted a következő lámpáig. Olyan 3/4 gázzal. Na, legalább megérezzük, hogy milyen, amikor utasként kapjuk meg az 500 Nm segberugást. Na szóval a kormánymű az egy egyszerű kormánymű, rásegítés nélkül. Ez lett kiszerelve és teljesen felújítva, szétszedve, összerakva, megtisztítva és visszaszerelve a helyére. A számla elkészült, mivel ez ilyen adóügyi bizonylat, így ezt nem tenném bele a videóba, csak abban reménykedek, hogy maximálisan elhiszitek, amit mondok. Az összeg az 235.170 forint. Azt nyomván ki, légy szíves, most nem tudom felvenni. Tehát 235.000 forint lett a számla végösszege, ami bruttó, ugye ez tartalmaz majdnem 50.000 forintnyi áfát, tehát 183-185.000 forint gyakorlatilag a számlának a végösszege, a többi az adó. Én szerintem ahhoz képest, hogy Ford márka szervízbe vettem az autót, nem fizettem ordinári összeget, tehát azért, ha belegondolunk, egy helyen volt az autó, egy helyen fényezték, egy helyen írták át, egy helyen volt meg az olajcseréje és a teljes kormányműjavítás is. Egy kézben az egész, nem kellett festőt keresni, ide vigyed, nekem ez az ismerősöm, az így fúj, ez kamrába csinálja, az a fás kamrába, stb. Tehát, hogy itt ez 100%-osan biztos lehet az ember benne, hogy tisztességgel le lett fújva, nem lesz benne repülő kutyaszőr, meg mi egymás. Na, igazából ennyi a történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így verdiktként nem egy ördögtől való dolog egy 96-os évjáratú autót elvinni márka szervízbe, legalábbis Debrecenben a Ford Vagéppel kapcsolatosan én ezt tudom mondani. Nyilván másnak van más véleménye, de ez az én véleményem, az én tapasztalatom, úgyhogy most nem sokán megérkezünk a Vagéphez, és az lesz a haba tortán, hogy én kiszállok ebből a szép fekete Ford gépjárműből, és beleülök egy szép fehér Ford gépjárműbe, és rajta nem hagysz itt engem, együtt megyünk, vagy mész, te most mit csinálsz? Visszaviszed a telephelyre a Rangert, ott hagyod a kulcsot benne, én már látom a tranzitot, itt van az elején, hogy legyen, papám, mész egy karikát, és akkor itt majd kiszállok.
Hát a telephelyre tedd le a izét, légy szíves, én csak annyit szeretnék kérni, hogy a fekete Ranger az a telephelyen legyen, mert én oda viszem a tranzitot, meg annyit tegyél már meg, ha mész oda, hogy az autóddal annyira állj már ki, légy szíves, hogy én be tudjak a helyére állni, és akkor majd elé állsz, jó? Golfal. Oké, és oké? Én lehet nem viszek magammal izét, se papírokat, se mi a francnak. Itt ezen a egyenes úton csak nem fognak igazoltatni. Hát úgy is ott leszel. Ja. Aha. Na nézzük. Na, jó lett ez a kormány. Ó, majd ki kell pakolni ebből a kocsiból. Jó ez a kis gép. Tökéletes lesz munkás autónak. Úr, de régen nem ültem már benne. Na, igazából itt van a számla. Nem tudom, hogy majd láttok belőle valamit. Lefedem azokat a részeket, amiket nem szeretnék mutatni. Igazából a végösszeg az 235.417 forint. Itt láthatjuk a szervíz szűrővel az 31.000 forint volt. 35.000 forint volt a motorolaj. 60.000 forintba került. A kormányműnek a javítása. És 39.000 forintba került a ki- és beszerelése. Na, hát én azt gondolom, hogy rendben van ez a dolog. Jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Szóhoz se jutok, mert figyelem az autónak a hangját, a rezdüléseit, a viselkedését. Megelőztem. Látod? Rendben van ez a kis autó. 528.878 kilométerrel az orrában.
holnaptól munkába áll. Remélhetőleg keresni fogja a pénzt. Hoppáré! Ez kicsit szokatlan. Tuning Ranger. Na nézzük, hogy most is a kettest olyan kelletlenül, nem? Akkor én voltam, aki lehet, hogy nem eléggé nyomtam ki a kuplungot. Hova lett amúgy Rolika? Ja, én rájöttem. Szerintem ő elment a kék tranzitba, mert benne van a golf kulcs. Tuti, azért nem jött utánam. Igen, mert be se fordult ide a telephelyre. Na, jó van gyerekek, akkor nézzük meg azt a számlát tüzetesen. Hogy mennyibe kerül a szervíz. Igazából rájöttem, hogy most mi a francot néznétek le a vállalkozásom címét. Fent van mindenhol a neten. Na szóval, azt mondja, higító, alapszín. Hát a festék az ilyen 500 forint, 270, 1900, 1060, 300, 700, 600, 800, 2005, 3002, 4007. Fényező munkát láthatjuk. 1510 forintért. Hát megjött! Ott van Ni. Hello! Gyagyás vagyok. Fényező munka az 19000 forint volt, lakatos munka 5700 forint, munkahenger javítás volt a kormányműnél 66040 forint, a kormányű ki is beszerelése volt ugye 15580 darabonként, az 38950 bruttóba 50000, üzemanyagszűrő volt 2639, levegőszűrő, spré, motorolaj, olajszűrő, meg a szervíz. Igazából így néz ki ez a számla, amiben nagyon sok mindent kicseréltek ebben az autóban, 230, akkor 5000 forintért. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt és tisztességes számla ár. Tehát, hogy nem egy elrugaszkodott ordenáré nagy összeg. Úgyhogy azt kell mondjam, gyerekek, hogy én nem csalódtam úgy a márka szervízben, meg a vagépban. Veszi a lapot a kisjány. Beállhatok akkor? Csinálom. Na, akkor megpróbálunk beállni a helyére. Attól függetlenül, hogy a kormánymű rendbe lett rakva. Hú, hogy van ebben a rükvelc? Hú, az meg nem is tudom hirtelen. Nézzük, mi történik most. Hát itt. Jobb hátul. Tehát már nem ropog a kormány meg ilyenek, de ne legyenek illúzióitok. Ide azért kell kraft. És ez nem biztos, hogy jó lesz ez a szög így. Hát nem.
hát nem lesz jó. Úgyhogy lehet, hogy azt csináljuk, hogy kicsit előrébb jövök, és innen kezdem jobban beszedni. Ú, de laposan jövök rá, bazd meg. Közben a másik tranzitot nem kéne összetörni. Meg a Suzuki-t se, de azt meg nem is látom, mert olyan kicsi. Jó? Zsolti, mehetek még? Mutassad, mert... Én ezt nem látom, és nem érzem még egyenlőre. Jó, ne tovább. Na, ennyi. Gyerekek, a videó is ennyi volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell beszarni. Egyáltalán nem kell beszarni egy ilyen történettől. Aztán majd következik még pár videó arról, hogy hogy vált be az autó, mennyit fogyaszt, meg stb. Stb. Majd jelentkezem, és akkor megtudjátok, hogy mi a pálya az öreg tranzittal. Igyekszünk tenni bele jó sok kilométert munkával. Na, legyetek jók gyerekek, meg szobatiszták, meg kellemes magömlést kívánok mindenkinek. Csá!